hogy nagyon örülök a meghívásnak, köszönöm szépen, és igyekszem betartani az időt. Ez egy hosszabb előadásnak lenne egyébként a része, úgyhogy eléggé gyorsan végig fog menni. Igazából úgy lenne ez ugye nem túl eredeti politika, gazdaság, társadalom, kultúra, hát ebből a politikát és a gazdaságot éppen csak érinteni fogom, a társadalomról több szó lesz, a kultúráról kevés. Kicsit kapcsolódom ahhoz, amit a nyitó előadásban Romsics professzor úr mondott, hiszen ott is a hátországról volt szó, és hát Németh Istvánnal pedig szívesen vitatkoznék némely dologba, de nem fogok, mert nincs már itt. Úgyhogy a politikáról nagyon röviden csak annyit, hogy Magyarország helyzete annyiban nagyon különleges szerintem, hogy a háború első 2,5 évében, amíg ugye Tisza István a miniszterelnök lényegben egy nagyon erőteljes, egyszemélyi vezetés volt állandó konfliktusban a hadvezetőséggel egyébként, de mégis, viszont azt hiszem az egy teljesen példátlan dolog volt, hogy a következő jó, nem tudom, másfél évben kisebbségi kormány irányította az országot, nem tudom, van-e példa arra, hogy egy ilyen méretű háborúban kisebbségi kormánnyal próbálkozzanak, ez nyilván minden szempontból nagyon hátrányos volt, és szerintem eléggé példátlan. Gazdaság ügyében csak néhány nagyon rövid dolog. Magyarországon ugye a hadi gazdaság egy ilyen eléggé vegyes állam és magántőke koprodukciójában működött. Amit az emberek leginkább észrevettek, persze az a vágtató infláció volt, mindez egy olyan korszakban, amikor, hát ugye 1914 előtt egy olyan világban, amikor az emberek alapvetően stabil árakhoz voltak szokva. Ehhez képest ugye az Antant országokban, itt az összehasonlítás kedvéért szerepelnek ezek az adatok, olyan jó kétszeres infláció volt Németországban, ennél valamivel több, illetve Olaszországban, és akkor ott látjuk a csúcsokat, Törökország, Belgium, Ausztria, illetve Bulgária és Magyarország kb. 900%-on. Na most, hogyha tudjuk, hogy becslések szerint az áruk 30-40%-a a háború vége felé a fekete piacon cserélt gazdát vagy talált vevőre, akkor valószínűleg még ez is egy szolidabb becslés, tehát olyan 10-szeres áremelkedéssel lehet gondolni. Nyilván mondani sem kell, hogy a fizetések ezt nagyon minimális mértékben ellentételezték, tehát az életszínvonal zuhanása az látványos volt. Csak itt jegyzem meg, mert a zsidó kérdésről és az antiszemitizmusról szintén kicsit Romsics professzor úr nyomán hosszabban fogok beszélni, hogy talán nem volt olyan ország, ahol a hadigazdaság működtetésében a zsidó vállalkozók vagy zsidó származású vállalkozók, most ebből a szempontból mindegy, olyan nagy szerepet játszottak volna, mint éppen Magyarországon. Na most ezt hozzáadva természetesen elég gyorsan készen volt az a gondolati kör, ami arról szólt, hogy hát tulajdonképpen kinek is jó ez a háború. Igen, fekete piac és a korrupcióról itt egy hölgy az előbb beszélt, én is fogok. Karintit hoztam egyébként, aki szerintem egy zseniális és nagyon éles szemű megfigyelője volt a dolgoknak. Mielőtt, talán ez egy másik idézet, Berkesz István elég ismert módon egy temesvári iskola igazgató volt, és szerintem nagyon érdekes naplóját adták ki még a 80-as évek végén, Kataklizma címmel, egy tipikus Lateiner értelmiségi középosztálybeli embernek a megpróbáltatásai, azt hiszem ilyen szempontból nagyon jellegzetes. 17. augusztusában ugye azon lelkendezik, hogy sikerült a beszerzési előlegből, ezt a tisztviselők úgy valahogy kiharcolták idővel, krumplit vennie 3 méter mázsát jutányos áron, és már itt is érdekes, hogy tulajdonképpen ő ilyen módon szerzett vagy jutott hozzá valamihez. Csak összehasonlításul találtam egy német idézetet, Philipp Scheidemann, aki ugye Reichstag képviselő volt, és 19-ben birodalmi kancellár már a vereség után, ő azon panaszkodott egy képviselőtársának, hogy milyen nehezen tudott éjszakai utána járással krumplihoz jutni, és némileg a két idézet, ami hát a krumpli mizériákról szól,
némileg jelzi, hogy azért Magyarországon még mindig egy kicsit jobb volt a helyzet, mint ez elég közismert, mint akár Bécsben, akár Berlinben, vagy más német nagyvárosokban. Tehát ugye arról azért nem tudok, hogy magyar parlamenti képviselők krumpli hiányról panaszkodtak volna, vagy arról, hogy nekik ez ügyben személyesen éjszakai túrákra kellett menniük. Na, mit ír Karinti? Szó szerint olvasom, kicsit nehezen követhető, mert nagyon karintis, de talán arra, hogy itt a kéz-kezet mos és a korrupció hogyan érvényesült ugye nyilván az általános áruhiány közepette, arra elég jó illusztráció, és hát ez is egy olyan jelenségkör, ami bizonyos értelemben hosszabban velünk maradt. Azt mondja, feleségem beszéli című kis szösszenetek, 1917. június 7-e, itt jegyzem meg 17 általában, úgy lehet mondani, hogy a háború legnehezebb éve. Hát kérlek szépen, sikerült mégis beszerezni valamit méghozzá nagyon olcsón. Az egész egy kis utána járás, ez se sok, mindent elintéztem a házban, hiába egy ilyen bérkaszárnyában minden megvan, csak az ember jóban legyen a boltosokkal. Hát kérlek szépen, tudod, a trafikos már régen ígérte azt a 2 kiló cukrot, ha szerzek neki 5 kiló zsírt. Ez most sikerült. Beszéltem a papírkereskedővel, aki holnapra elküldi a zsírt. Feltéve, hogy pár cipőt, amit a Schusternek ígért, ha a trafikos a hentestől, meg tudom kapni neki azt a 3 fűszeresnek, átadja a 1/2 kiló paprikát, és megkapja tőlem azt a 200 miriamot, így, amit az én közvetítésemmel szerzett a Szenestől a pucceros 2 mázsa kokszért cserébe. Nagyon sok értelmet ne keressünk a mondat mögött, de az szerintem teljesen jól megvilágítja, hogy a áru után való járás, és mindez mennyire zűrös volt, és mennyire problémás, és korrupt, és szóval nem akarom ezt tovább ragozni, de talán érthető. Itt egy-két idézet arról olvasható, de nem mennék bele jobban, hogy inkább külföldi megfigyelők, részben egy német professzor arról, hogy Budapesten sokkal jobban tud enni, mint Berlinbe, vagy valahol Németországba, illetve hogy a Max Weber professzor annak örült, hogy Bécsben tojást kapott a kávéházban, és hát ez olyan, amit Németországban el sem tudna képzelni. Ami a végén van, aztán azt jelzi, hogy én nekem az az érzésem, de ez inkább csak érzés, nem valami mély kutatásokon alapuló dolog, hogy a Németországban is, és talán az Antantországban is jobban működött a társadalmi szolidaritás, mint Magyarországon. Magyarul némileg jobban osztották el a készleteket, illetve a hiányt. A hátországról én 2008-ban írtam vagy akkor adta ki egy könyvet, amiből, és most egy kicsit erre a zsidó kérdés antiszemitizmus vonalra térnék ki, nagyjából ezt a 4 megállapítást tartom fontosnak, egyik sem hihetetlenül újdonság, de talán így együtt mégsem árt leszögezni. Az egyik, hogy 16-ban váltak a viszonyok tűrhetetlenni, ezzel azt is akarom mondani, hogy ez egy totális háború volt, de azért nem az elejétől volt totális, hanem úgy azzá vált talán 16 második felében, hogy az igazi dráma a középosztály megrendülése volt, majd erre mindjárt visszatérek. Ebből adódott a zsidó kérdés kiéleződése, illetve hogy ez egy ilyen döntő törésvonallá vált, holott a háború előtt inkább az egyik volt több más törésvonal között. És hogy a zsidó kérdés számomra azért is érdekes némileg, mert olyan vádak keletkeztek, illetve olyan új vádak és sztereotípiák, amiket nagyon könnyű volt a régi keretbe helyezni. Ez egy karikatúra a Borsszem Jankóból, bőven tárgyaltak a középosztály helyzetéről, pedig ez 14 és 16, tehát még messze a háború vége. Ugye röviden tán azt lehet látni, hogy mindenki nagyon jól járt és rettentően megtollasodott, kivéve a hivatalnok nét, ahol ugye már a zongorát is elszállították, és ugye éppen I. és Gyula idézett szövegéből tudjuk, hogy vándorolnak a zongorák falura, szalonáért és egyéb élelmiszerekért cserébe. Ez viszont egy 18-as német karikatúra a középosztályról, hát szó szerint a középrend, de magyarul középosztály, ugye, amely a karikaturista szerint a tőke és a munka közé szorul,
Hát nyilván ebben van egy adag túlzás, mert a munkások nem éppen tollasodtak meg és kövérettek el a háború alatt, de azért sokkal jobban tudták különösen a hadi anyaggyárakba képviselni az érdekeiket, és ez nyilván nálunk is így volt. 17-18-ban nagyon sok olyan, és több olyan panaszt olvastam, hogy ha még a középosztályban is olyan szervezeteket tudnánk létrehozni, mint a munkások, és olyan szakszervezeteink lennének, és úgy lépnénk fel az érdekeink védelmében, akkor nem itt tartanánk, ahol most tartunk. Pillanat. Jó, azt hittem, van egy idézetem, ami nincsen. A háború egyik legfontosabb idézetének én az említett berkeszi igazgató úrét tartom. Már 17. augusztusában azt mondja, a tisztviselők helyzete felette nehéz, az árdrágulással a fizetés és a drágasági pótlék az úgynevezett háborús segély nem sokat használ, amikor mindenek ára 4-5, sőt 10-szeresen emelkedett. Majd kicsit később novemberben, mint egy elméleti síkon is foglalkozik a középosztállyal. Én ezt a háború egyik kulcsszövegének tartom a hatásokkal együtt, úgyhogy ezt a rövid idézetet hadd olvassam föl. Azt mondja az iskola igazgató. Hogy fog majd a tisztviselő osztály a háború után elhelyezkedni az új világban? Ez egészen új megoldatlan probléma. Mert az csak nem demokrácia, hogy egy főiskolát végzett diplomás, családos tisztviselő csekély fizetése miatt ne éljen úgy, mint most él egy bármely középszerű iskolázatlan munkás, például nyomdász, lakatos, asztalos, kőműves, vagy pláne egy falusi parasztgazda. Mert ha ez így maradna, akkor a tudomány csődöt mond. Menjen mindenki munkásnak, már tudnélik kézi munkásnak, mert abból urasan megél, míg a tisztviselő valósággal éhezik. Keletkezni fog majd egy új szocializmus. A szellemi szociális kérdést meg kell oldani, mert úgy, ahogy van, semmi esetre sem maradhat. Ugye itt talán két dolog figyelemre méltó, az egyik, hogy nem csak a pénzről és az életszínvonalról, hanem a presztízsről is szó volt nyilvánvalóan, mégiscsak egy nemzetfenntartó rétegnek a hányattatásairól szól. A másik talán ugye, hogy tényleg keletkezett egy új szocializmus, ugye, amit nemzeti szocializmusnak, jobboldali radikalizmusnak, fasizmusnak nyilván sok neve van, lehet nevezni. A zsidó kérdés, illetve az antiszemitizmus ügyében hadd használjam most az idő rövidsége miatt így. Ugye itt talán azt próbálnám illusztrálni, hogy azok a vádak, amik a háború alatt keletkeztek, nagyon szépen belesimulnak háború előtti vádakba, tehát hogy nagy szerepük van a gazdaságban, hiszen már eddig is ugye így volt, Weiss Manfred egy emblematikus példa a háború alatt. Ugye a zsidók általában uzsorások, áldrágítók, harácsolók, ugye hát ezt tudjuk ugye a zsidókereskedők üzelmeit. Beáramlás Galíciából, bár ez ebben az időben már nem volt igaz, de mégiscsak megvolt az a toposz, hogy a 19. században ugye milyen tömegekben áramlottak be. Ugye lógnak a hátországban, ahelyett, hogy a fronton lennének, ugye ez közismert kép, hogy nem szeretik igazán a fizikai erőfeszítésből kivenni a részüket. Végül elfoglalják a kulturális pozíciókat, ez szintén olyan toposz, egyébként a térfoglalás szó ebben az időben hatalmasodik el a sajtóban. Úgyhogy ezek lényegében mind olyan vádak voltak, amik jobban értelmezhetők voltak a korábbiakban. Tulajdonképpen két újabb vád merült fel, az egyik, hogy túl sok földet vesznek, illetve bérelnek, illetve hogy a politikába benyomulnak, és itt Vázsonyi Vilmos volt a példa, aki ugye első zsidó miniszter lett egy 17-es Eszterházi féle kormányban, sőt, ami ennél is fontosabb, ő felsége valóságos belső titkos tanácsosa. Még annyit talán ugyanehhez a témához, hogy ezek, mint tudjuk, a modern világban nem úgy keletkeznek az ilyen vádak, illetve sztereotípiák, hogy úgy maguktól nőnek. Ebben nagyon sokaknak volt komoly szerepe, politikusoknak, értelmiségieknek, stb. Kiemelném talán Prohászka Ottokárt és Banga Bélát, mint két jeles egyházi férfiút. Prohászka amúgy is ma valamiért nagyon divatos, és őt sokan szeretik. Ugye még a hungarizmus kifejezést is talán ismert, ő találta fel. Banga Béla pedig a sajtó apostol, ugye a keresztény sajtó mozgósításában játszott nagy szerepet. Csak megemlítem, hogy van is a Horánszky utcában egy emléktáblája és ilyen domborműve ebben a pillanatban is. És ők ketten 18-ban elég szépen egymásra is találtak különben. Mint mondtam, a másik oldalon is megvoltak azok, akiket személy szerint támadni lehetett, bankvezetők, Weiss Manfred, Jászi Oszkár, Vázsonyi Vilmos, talán ezeket a neveket lehetne leginkább kiemelni. Hát a kultúrával már nem igazán szeretnék foglalkozni, talán
Azzal az egy dologgal, hogy Budapest szerepe közismert módon még kiemeltebbé vált a háború alatt, és az egész háborús kultúra, Orfeum, kabaré, mozi, stb. Feltűnő ellentétben ugye a fronton tapasztalható jelenségekkel és a hátország elszegényedésével még egy ér volt abban, hogy Budapest ugye nem Magyarország, hanem egy bűnös város, ahogy majd ugye 19-ben ez nagyon határozott módon fog fölmerülni. Mennyi időn van még? Az nagyon jó, mert szerintem 3 perc alatt végezni fogok, és elnézést, én nem olyan nagyon sokára el kell, hogy majd menjek a buszpályaudvarra. Talán, ha korrupciót említettem, meg említettem, mint szintén egy jellegadó és hosszabb távú jelenséget a magyar társadalom határozott ketté osztását, és ugye, vagy osztódását, főleg a középosztály problémák mentén, és ugye ezt aztán 18-19 és Trianon és sok minden fölerősítette. Talán még egy problémát említenék, ez pedig a gyűlölet, mint olyan. Tehát, hogy az elhúzódó háború, az elszegényedés, a bűnbakkeresés, miért tartunk itt, és ez kinek a hibája, ez nagyon erőteljesen felkorbácsolta, nem csak Magyarországon egyébként, főleg a központi hatalmak országaiban azt gondolom, az általános, hogy úgy mondjam, körkörös gyűlölködés, tehát a mindenki harcát mindenki ellen, vagy inkább a mindenki gyűlöletét mindenki ellen. Hadd fejezzem be talán néhány idézettel ezügyben, ebből a szép vastag könyvből, ami mégiscsak jó sok évvel Galántai professzor összefoglalója után megszületett volt. Azt mondja egy bécsi lap levelezője 1918-ban, tehát ez nem magyar idézet. Félek a gazdasszonyomtól, de ugyanezzel az erővel mondhattam volna vasalónőt, kávéházi pincért, zöldségest, hivatalnokot, villamosvezetőt vagy borbét is. Látom körös körül az emberek hideg részvétlen gyűlöletét. Majd Tisza István egyik államtitkára, Vadász Lipót így fogalmazta meg ugyanezt egy kormánypárti összejövetelen, talán 18 elején. Konok eldurvulás, sivárfásultság, csúnya bizalmatlanság és düh marja a magyar közszellemet. Mintha vége lenne a szintézisnek, itt összefogást jelent, mintha vége lenne a testvéri együttérzésnek. Marakodás, partikularizmus mindenütt. Bellum omnium contra omnes. És mennyi rágalom burjánzik. Milyen régen volt, mintha végtelenség választana el attól az időtől, mikor a nemzeti egység, az ezáltal táplált nemzeti erő sugárzása szinte elképzelhetetlené tette ezt a mai szégyent és árulást. Majd egy író, Bíró Lajos radikális párti lapszerkesztő már 16-ban azt mondja, ahová megyek utcán, üzletben, hivatalban, haragos arcok, eltorzult szájak, károgó szidalmak. Ha ételt akarsz venni, gorombaságot nyelsz. Ha jogaidat követeled, rúgás a válasz. Hány ember él ma Budapesten? 900 ezer? 900 ezer ellenséged van. És mind a 900 ezernek van 900 ezer. Utcára mégy, üzletekben és hivatalokban van dolgod? Védj türelmet magadhoz. Védj alázatot magadhoz. Húzd fel a legvastagabb bőrödet, az ellenség felé indulsz. Emberek, emberek, mi lesz ebből? Így lamentál. És végül még egy író, talán fontosabb is, Kosztolányi Dezső, 15-ben mindenki választ magának valakit, akit gyűlölhet, a tömeg egy népet, az írástudó egy irányt, egy zászlót, egy jelszót, egy embert, egy taglejtést, egy politikát, ki tudná felsorolni mit? Gyűlölet, élet, elixír nélküled ma nem lehetne élni, majd ugyanő 2 évvel később, még rövidebben, soha olyan őszinték nem voltak, már mint a budapestiek, mint a gorombaságnak ebben az aranykorában. Végre az emberek szívük szerint gyűlölhetik egymást. Itt csak annyit tennék hozzá ehhez az egészhez, lehet, hogy ez egy kicsit felületes, nyilván ellenpéldákat is lehetne hozni, hogy ugye a sokat emlegetett háború elején jellemző nemzeti egységből, ami azért Magyarországon sose volt annyira ünnepelt, mint mondjuk Németországban és talán másut is, elég gyorsan el lehetett jutni Kosztolányinál már 1915-ben ebbe az állapotba. Egyébként legkonkrétabban talán Tisza Istvánt lehetett gyűlölni, ugye, aki hát 18-ban bizonyos értelemben ennek az áldozata is lett, de az eddigiekben is azért próbáltam jelezni, hogy még eléggé sokféle tárgya lehetett a gyűlöletnek. Hát talán itt megállnék, és köszönöm szépen a figyelmet. Azt hiszem, hogy... Ja, talán még ez itten érdekes, ez itt Vázsonyi Vilmos, ő felsége, minisztere,
Napóleonként ugye ábrázolják. Egyébként az ő feladata az volt, hogy egy választójogi reformot kidolgozzon, de ez igazából, minthogy kisebbségi kormány volt, ez tulajdonképpen nem tudott megvalósulni. Úgyhogy itt fejezném be, és köszönöm még egyszer. Ja, bocs.